Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrás. Én Pinke Attila vagyok, és ismételten, mint az elmúlt két napban, itt van a természetes green screen mögöttem, még mindig nem az irodában jelentkezem be, tart a család és jó magam kikúrálása még, de, mint minden nap szoktam, ez egy pár perc elejéig szeretnék bejelentkezni itt a YouTube-on, hogy beszéljünk arról, hogy éppenséggel mi történik a kriptópiacon. Ha a Bitcoin árfolyamát megnézzük, akkor a mai napon ismételten láttuk valamennyire 40 ezer dollár felett, tehát az esés egyelőre nem folytatódott drasztikusan. Ugye mondtam, hogy 38 ezer körül lehet egy szint, egy támaszpont, de igazából a tegnapi nap folyamán 38.500-ig mentünk le, tehát igazából azt sem értük még el, tehát a Bitcoin még jól tartja magát az eladási nyomás ellenére. A mai egyik info, amit akartam nektek hozni, hogy ugye az elmúlt 7 napban, mióta lehet itt gyűjtögetni és kereskedni a Bitcoin Spot ETF-fel, bizony 9 ilyen ETF kibocsátó, tudjátok, BlackRock, Fidelity és a társai, több mint 100 ezer Bitcoint halmoztak fel maguknál. Ez azért nagyon fontos, mert ez a körülbelül 109, kicsit kevesebb, mint 190 ezer bitcoin, amit a MicroStrategy halmozott föl, ők mindezt 3 éven belül tették meg, míg ez a 9 ETF kibocsátó ezt 7 nap alatt, tehát sikerült 100 ezer bitcoint felhalmozni. Ezért ez egy teljesen más liga, és a jelenlegi áresés, amit tapasztalatunk most a piacon, az itt az erőviszonyok átrendezéséről szól, hogy innen átkerüljön oda, ugye többet beszéltem már a Grayscale Bitcoin Trustnál, ugye ott az eladások főleg itt a 1,5%-os ugye költségek miatt vannak, és ugye ott volt az FTX is, ami közel 1 milliárd dollár értékben szabadult meg GBTC-től. Ez egy igencsak jelentős része volt az annak, ami ezt az eladási hullámot és az áresést ugye megindította. Emellett viszont egy újabb statisztika, hogy a tavalyi évelejéhez képest, tehát 2023 évelejéhez képest 34%-kal nőtt azoknak a száma, akik kriptót birtokolnak világon, és ezzel már 580 millió emberről beszélhetünk. Tehát lehet látni, hogy most már több mint 500 milliárd embernek valamilyen úton módon köze van a kriptóhoz, és ez is egy olyan szám, ami folyamatosan csak nőni fog, pláne úgy, hogy most már tényleg, mint Bitcoin Spot ETF is el van fogadva, kereskedik, és ugye valószínű idővel érkezik majd a következő spot kripto ETF, ami valószínűleg Ethereum lesz, tehát ennyire ne rohanjunk előre. A Bitcoin ára jelenleg most jól tartja magát, ez nem azt jelenti, hogy nem lehet persze egy újabb hullám lefelé, de rendeződnek át a viszonyok, és mint láthatjátok, a Bitcoin Spot ETF kibocsátók pedig gyűjtögetik a Bitcoint, tehát 9 darab közülük összességével több mint 100 ezer Bitcoint halmozott fel az utóbbi ugye 7 napban. Ennyit szerettem volna nagyjából már hozni, szerintem ezek amik a legfontosabbak, amik történtek. Hogyha tetszik ez a napi gyors bejelentkezés ebben a úgymond karanténes időszakban, akkor nyomj egy lájkot, valamint kövess be ezt a csatornát, ugyanis minden nap hozom itt a legfrissebb kripto és blokklánc híreket. Most már több mint 3,5 éve lehet ezt mondani. Szóval mindenkinek szép napot kívánok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!